Szó volt a karácsonyi menüről, az ajándékozásról, arról, miben segít feleségének az ünnepi készülődésben, vásárlásban. Mindenféleképpen évközben az ember ugye tud ikletet és ötleteket meríteni, nyerni, hogy mit szeretne karácsony, hogy mivel szeretné karácsonykor meglepni a szeretteit. Mi is beleesünk sokszor abba a hibába, hogy na majd időbe bevásárlunk, de nyilván ez majd, hogy nem marad mindig tényleg az utolsó két-egy hétre, és akkor szerezzük be ezeket a dolgokat. A fenyőfaállítás az ugye hagyományos nálunk, nagyon szeretjük a lucfenyőt, hogy legyen illata, és ugye azt közösen díszítjük fel. Az ételekkel kapcsolatosan ugye a hagyományoshoz próbáljuk magunkat tartani, meg ugye majd, hogy nem ez is a megszokott, ami a halászlé, töltött káposzta, illetve ugye a beigli készítés, ami nálunk hagyományos. A díszítésben és akár a főzésben is megpróbálok helytállni, mindenféleképpen ugye a fenyőfát, a talpfába állítani az egyértelműen az én feladatom. Arról is beszélt, hogy heteken belül megérkezik második gyermekük, így az idei karácsony feleségével izgalmas várakozással telik majd. Lehet, hogy meglepetés ér minket, és karácsonyi baba lesz. Így mindenféleképpen ugye nagyon hangulatos, és nagyon várjuk ezt a karácsonyi ünnepet. Természetesen első szülött gyermeke Sanyika is megírta kívánságlevelét a Jézuskának, így együtt várják majd, mi kerül ebből a fenyőfa alá. Akkor már nem.